Japán történelmének meghatározó szerepét hosszú ideig nem a császárok töltötték be, hanem egy általuk kinevezett személy, akit shogunnak neveztek. A szó a Seitai shogun kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy barbárokat legyőző nagy vezér. Ezt a címet a császár még a 8. században alapította, és aki ezzel rendelkezett, annak feladata a barbár törzsek meghódoltatása volt. A középkorban tehát a shogunok terjeszkedéssel és leigázással megbízott japán hadvezérek voltak. Ebben a videóban az ő történetüket ismerhetitek meg. Tartsatok velem! Azzal, hogy a barbárok legyőzésére a japán császár a 8. századra kinevezett egy shogunt, a kijelölt hadvezér a császárság legfőbb katonai vezetője is lett. A feudális haduraknak, a daimyóknak is ő parancsolt. A történészek a mai napig nem tudják megállapítani, hogy ki volt az első a történelemben, aki viselte a shogun címet, csupán néhány későbbi forrás alapján feltételezhetők nevek, akik akár japán folklór szereplők is lehetnek. Ezért az első shogunok megnevezésénél szakirodalmanként eltérő sorrend behelyezések is lehetnek. A legrégebbire datált első shogunnak a történetírók egy része Tajihino Agatomorit nevezte meg, aki még az Asuka és a Heian-kor idejében élt. A feltételezések szerint 720-ban lett legfőbb hadvezér, és 737-ben bekövetkezett haláláig fontos államférfi volt. Otomono Yakamochit nevezik meg a következőnek, aki 784-ben vagy 785-ben lett vezető. Utána említettek egy Kinno Kosami nevű harcost, aki 789-ben alig egy évig volt ilyen jelentős hadvezér, habár arra nincs egyértelmű bizonyíték, hogy bármelyiküket is shogunnak nevezték volna. Seitai shogunnak, vagyis barbár törzsek ellen harcoló katonai hadvezérnek a történelemben először a Heian-kor kezdetén nevezte ki a császár, Otomono Otomarót 793-ban. Tehát a történészek jelenlegi kutatói álláspontja szerint Otomaró volt az első feljegyzett Seitai shogun, vagyis az első olyan államférfi a japán történelemben, akit shogunnak is lehet nevezni. Sakano Eno Tamuramaró 797-től volt az első japán hadvezér, aki az északi barbár törzseket, akiket összefoglalóan csak Emishinek neveztek, legyőzte őket és területeiket a Yamamoto államrészhez csatolta. Tettéért a Seitai shogun címet is megkapta, és ő volt a történelemben az első shogun, aki az északi barbár népekkel leszámolt. A 11. századra a japán belpolitikát a daimyók, vagyis a feudális birtokokkal rendelkező hadurak határozták meg, akiket a hozzájuk hűséges szamurájak szolgáltak. A Taira és a Minamoto klán ebben az időszakban a hatalomért még egymással is szembefordult. A shogun címet Minamoto no Yoshinaka elevenítette fel 1184-ben. 1185-ben pedig Minamoto no Yoritomo megalapította a Minamoto shogunátust. 1192-ben kapta meg hivatalosan a császártól a shogun címet, ami ebben a korszakban már a császár által is elismert shogunátus vezetőjét, az ország katonai diktátorát és a bushik, vagyis a szamurájak vezérét jelentette. Ez gyakorlatban az ország tényleges vezetésével járt, tehát a valódi hatalmat innentől nem a japán császár gyakorolta. Nem ő uralkodott, hanem a shogun, aki Kamakurában rendezte be központját. Ezért is nevezték ezt az időszakot innentől Kamakura-kornak. A császár és az őt körülvevő arisztokrácia csak névleges irányítói maradtak Japánnak. A shogun kormányzatát Bafukunak nevezték, ami sátor kormányt jelent. A kifejezés arra utal, hogy a shogun eredetileg a legfőbb hadúrként a legfontosabb katonai ügyeket egy általa megválogatott tanáccsal intézte. Ez a shogunátus esetében már a katonai diktatúra legfőbb kormányzatát jelentette. A shogunátus területén feudális rendszer működött, a daimyók shogunok között hűbéri rendszer tartottak fenn, amit birtokadományokkal, hűségesükkel erősítettek. Egyedül a szamurájok nem részesültek földbirtokban a szolgálataikért cserébe. Még így is a shogun által összeállított kormány biztosította, hogy a legerőteljesebben kössék össze a legfontosabb és legmeghatározóbb politikai és gazdasági szereplőket, és olyan szigorú szabályokkal tarkított hűségre kötelezték őket, hogy tudják, a saját bőrüket is a vására viszik, amennyiben a shogunátus ellen akarnának fordulni.
Emiatt egy shogunátus esetében a hatalom nem egy állandó dolog volt, hanem gyakran változott és sokszor zavarossá vált. A shogunt körbevevő személyek rendszeresen változtak, és ha egy új shogun vette át a vezetést, akkor igyekezett elődei korábbi munkájával, vagy épp a japán császárral és udvartartásával vetélkedni. Szándékosan változtathatott törvényeken, rendelhetett el új építkezéseket, szervezhetett hadjáratokat, kíméletlenül bánhatott vagy épp megkegyelmezhetett ellenfeleinek. Jelképesen egy shogun mindig a császártól kapta a hatalmát, a shogun ugyanis a végrehajtó hatalom feje volt. Tehát hivatalosan ő a császárt szolgálta, mégis a háttérből ő irányított. A gyakorlatban, mivel a shogun uralkodott, ezért a császár csak egyetlen feladatától nem volt megfosztva, mégpedig a Sintó vallás főpapi teendőitől. A történelemben ugyanakkor egyetlen shogun se próbálta meg átvenni a császári címet. Ennek két fontos oka volt. Az egyik, hogy a shogun hivatalosan a császár alattvalója és a végrehajtó hatalom feje. Másrészt a Sintó vallás gyakorlói és a papok is úgy hitték, hogy a császár vérvonala eredetileg egy isteni vérvonal, ami soha nem szakad meg, örökké tart. A japán császárt a tűzistennőtől, Amaterasutól eredeztették. A Kamakura korban a három Minamoto shogun után a klán női vérvonala, a Hōjō régensek által választott bábok töltötték be a katonai vezető szerepét. A Kamakura shogunátus így 1333-ig fennállt, aminek az vetett véget, hogy Go Daigo császár kétszer is megpróbálta megdönteni a shogunátust, miután a Hōjō régenseket legyőzték. Ez ahhoz vezetett, hogy a japán uralkodót kétszer is száműzték a saját birodalmából. A császár fia, Morinoshi herceg lett a Seitai shogun, akit azonban 1335-ben meggyilkolt egy japán tábornok, akit Ashikaga Tadayoshinak hívtak. 1336-ban vagy 1338-ban történhetett, hogy Ashikaga Takauji szerezte meg a Seitai shogun címet, a katonai diktatúra központját Kyoto városában, a Muromachi negyedben rendezték be. Emiatt nevezték ezt az időszakot a Muromachi kornak is. Az Ashikaga shogunátus viszont nem tudta hatalmát kiterjeszteni az egész császárságra. Az Onin háború után az Ashikaga klán hatalma meggyengült, Ashikaga Yoshiakit 1573-ban el is mozdították a helyéről. Japánt a 16. század második felére három daimyo irányította. Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi és Tokugawa Ieyasu. Amikor Nobunaga megszüntette az Ashikaga shogunátust, a birodalmi tanácsban elnyerte az Udaijin, vagyis a jobboldal minisztere címet, ami annyit tett, hogy a tényleges császári hatalomban ő képviselhette és irányíthatta a birodalom valamennyi harcosát. A titulus neve senkit ne tévesszen meg, a tanácsban elfoglalt helyét jelöli. Mellette ő lett így a császári palotaőrség legfőbb vezetője. Utóbbi szinte azonos joggal ruházta fel, mint azt, akit Seitai shogunnak neveztek ki korábban. Mivel Nobunaga az Azuchi kastélyban lakott, és utóda Hideyoshi átvette utána a hatalmat birodalmi régensként, és ő maga pedig Momoyamában élt, ezért az 1573-tól 1603-ig tartó időszakot az Azuchi Momoyama kornak nevezik. Hideyoshi halála után belpolitikai válság vette kezdetét. Az öttagú vének tanácsából kiemelkedett Tokugawa Ieyasu, aki nem vett részt a hatalmi harcokban, és a háttérben oly nagyra nőtt az ereje, hogy a legnagyobb riválisait később térdre kényszerítve megalapította 1603-ban Seitai shogunként a Tokugawa shogunátust. Központját Edo városában, a mai Tokióban rendezte be. Ezzel vette kezdetét az Edo-kor. Ieyasu a shogunátus erejét azzal biztosította be, hogy a hozzá hűséges daimyóknak hűbérbirtokokat adott, míg a vele egyet nem értőktől, kevésbé hűségesektől földeket vett el. A shogun a konszolidációt azzal érte el, hogy ellenségeit az 1615-ben bekövetkezett Osaka ostromával teljesen megszégyenítette. Innentől a Tokugawa klán valamennyi későbbi shogunja irányította a császárságot Edo-ból, míg a Kyoto-ban tartózkodó japán császár csupán jelképesen uralkodott. Erre az időszakra tehető, hogy a Seitai shogun egy jelképes fegyvert viselt magánál, amit egy Masamune nevű fegyverkovács készített a 14. században. A Honjo Masamune nevű kardot mindig a shogun tartotta magánál. Tokugawa Iemitsu shogun azért, hogy a férfi vérvonalát fent tudja tartani a klánnak, egy 1000 nőből álló háremet működtetett pontosan azért, hogy a shogunnak mindig legyenek egyenesági fiú örökösei, és azok hiánya ne okozzon később a shogunátusban semmiféle válságot.
Az Edo kastélyban erre külön szárnyat alakítottak ki, ahol a hölgyek tartózkodtak. A vezetőjüket Okkunak nevezték. Ő volt általában a shogun hivatalos felesége, aki arisztokrata családból származott. Minden hölgy tagot származása és a családja vagyonossága alapján válogatták ki, hogy a tőlük megszülető gyermekek lehetőleg nem megkérdőjelezhető múlttal rendelkezzenek. Nagyon ritka eset volt, hogy nem nemesi származású nőtől született gyermeke a shogunnak. Ilyen volt az, amikor Tokugawa Ietsuna fia, Otama egy fűszerkereskedő lányától született. A Tokugawa shogunátus 1867-ig működött. Tokugawa Yoshinobu shogun ugyanis ebben az évben döntött úgy, hogy lemond, és a hatalom tényleges irányítását visszaadta Meiji császárnak, akinek a nevéhez köthető a Meiji restauráció, a japán császárságot helyreállító és megújító időszak. A Tokugawa klán tagjai innentől a modernkori japán politika meghatározó szereplői voltak, egészen a II. Világháború végéig. Napjainkra a shogun kifejezést a japán politikában szeretik elkerülni. A helyi médiában Yami shogunnak, vagyis árnyék shogunnak nevezik azokat a japán miniszterelnököket, akik a politikai visszavonulásuk ellenére a háttérben rendelkeznek akkora befolyással, hogy nyomást gyakorolnak az utódaikra vagy azok kormányaira. Ilyen volt Tanaka Kakukei és Ozawa Ichiro. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatornatagsági feladatain keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!